Ebben a videótipben bemutatjuk, hogyan dugványozzunk. Szükségünk lesz egy ásóra, kapára és gerebére. A magvakra, egy kis madzagra, amit ki tudunk majd feszíteni, illetve kisebb vágakra, és a dugványozóra. Először ássuk fel a földet nagy darabosra, majd kapáljuk fel és oszlassuk el a gerebével. Ezután feszítsük ki valahol a madzagot, és nézzük meg a magvak csomagolásán, hogy milyen távolságra legyenek egymástól. Majd a dugványozóval nyomjunk kis lyukakat a földbe a megadott távolságonként. A kis lyukakba szórjunk 4-5 szem magot, bár ez termésenként változó, de általában ennyi kell, majd ezt temessük be az ujjunkkal. Ezután a kifeszített madzagok végére szórjunk le kis faágakat, hogy ezután a madzagot eltávolíthassuk onnan. A kis fákkal tudjuk jelezni, hogy melyik sorokban vannak, így véletlenül se tapossuk le, és ez segítségünkre van. Majd helyezzük át egy újabb sorhoz a kifeszített madzagot, olyan 3/4-1 méterre az előző sortól, és folytassuk a dugványozást. Ha végeztünk, locsoljuk föl jól a földet. Körülbelül ilyen álláztatottra.